Vakon a munka kapujában. Ezzel a címmel jelentetett meg egy könyvet a Vakok és Gyengénlátó Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, amelynek elnöke, Fodor Ágnes a vendégünk itt a stúdióba, üdvözlöm. Jó napot kívánok! Egy pár pillanattal ezelőtt már itt a stúdióban arról beszélgettünk, hogy ez a könyv, ez nem breírásos könyv, ez egy teljesen hagyományos, papírra nyomtatott, betűkből álló könyv, tehát elsősorban nem az érintetteknek, nem a vakoknak és gyengéllátóknak készült, hanem kiknek. Elsősorban a munkáltatóknak, cégeknek, azokra a munkáltatókra gondolok itt, akik elszánják magukat a tekintetben, hogy fogyatékos, elsősorban látássérült szemét alkalmazzanak, vagy megpróbálják azt, hogy látássérültetnek biztosítsanak a jövőben valamilyen munka lehetőséget. Tehát ezek hasznos tudnivalók tárháza voltak De. éppen ez a könyv? Ez egy hiánypótló kezdeményezés, mert ugyan az Egyesületünk évek óta már ezen a területen próbál így eredményt felmutatni, hogy munkalehetőséget keresünk látássérülteknek, munkerőpiaci tanácsadó szolgáltatásunk üzemel. A tapasztalatunk az volt viszont, hogy nagyon kevés az információ, a megosztott jó gyakorlat, jó példa, hogy milyen munkakörökben dolgozhatnak, mit tudnak ellátni látássérültek. Úgyhogy ez inspirált bennünket, hogy hát egyrészt gyűjtsük össze a meglévő cégeknél a tapasztalatokat. Az elmúlt években egyébként nagyon sok változás történt, pont az informatika és az IKT technológia térhódításával. Másrészt ezt mutassuk is be, hiszen ez inspirálja, az motiválja az érintetteket is, és a, a cégeket elsősorban, hogyha látnak arra példát a környezetükben, vagy olvasnak arra vonatkozóan egy útmutatást, hogy milyen munkaköröket, feladatokat tud egy vakember ellátni. Ugye arról is beszéltünk, hogy ez talán a pályaválasztásban is hasznos lehet azoknak, akik most vannak abban a korszakban, hogy maguknak valamilyen kereső elfoglaltságot találjanak. Mindenképpen, hát a pályorientáció az ugyanolyan fontos a látássérült fiatalok életében, mint egy épegészséges látó fiatal életében. Tehát ugyanúgy ezek a dilemmák vannak, hogy mi az, amit ő el tud végezni, mit szeretne. Adott esetben óriási különbségek is lehetnek a vágyaik meg a realitás között. Úgyhogy számukra is egy nagyon jó iránymutatás. Nem csak munkaköröket, fe feorszámokkal tartalmaz 50 ilyen munkakör van ebben a kiadványban felsorolva, amit látássérültként lehet végezni, hanem van benne statisztika, van benne középiskolai statisztika, hogy milyen középfokú szakmákat, végzettségeket tud el kezdeni tanulni egy látássérült fiatal, illetve van benne egyetemek, három egyetemmel dolgoztunk közösen az LT-vel, a Debrecen Egyetemmel és a Corvinus Egyetemmel kértünk az elmúlt öt év statisztikáját, hogy náluk milyen szakon hány sérült tanult az elmúlt öt évben, és hát hihetetlenül még számunkra is meglepő adatokat találtunk, ami nagyon inspiráló. Tehát ezek szerint a vártnál magasabb adatok B ezek? Bőven, bőven sokkal több, tehát 237 fő tanult vagy tanul a, ebben a három egyetemen, és 50 hét szakon. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon különböző, nem csak jogásznak és nyelvtanárnak tanulnak látássérültek, hanem a pszichológia a társadalomtudomány területén, a jogi paletta is nagyon széles, tehát, hogy ha valaki ezt fellapozza, láthatja, hogy például kriminológusnak is tanul látássérült, valószínű, hogy ő nem teljesen vak, tehát hogy azt gondoljuk, hogy gyengé látó, erre vonatkozóan nincsen kifejezett statisztikánk, de hogy ez azért egy nagyon-nagyon nagy eredmény, azt gondolom, hogy az egyetemeknek az elmúlt öt évben ez egy hat, fantasztikus eredménye, és hát ö, őszintén bízom, hogy ők mind megtalálják a munkavilágát így a nyílt munkerőpiacon, mert egy fantasztikus érték, amire szerintem a társadalomnak és a nyílt munkerőpiacnak szüksége van. Meg persze ezeknek az embereknek is. Van-e Arról statisztikájuk, hogy egyébként azok, akik alkalmasak lehetnének arra, hogy valamilyen munkát végezzenek, milyen arányban jutnak munkához? Hát itt ö, olyan jellegű adatokat tudok mondani, amit ö, különböző formában érdemes ö, ért értelmezni vagy értékelni. Körülbelül 40% -a, a látássérülteknek és az összfogyatékos társadalomnak is, aki dolgozik. Ez a 40 azonban jellemzően főleg a védett munka látja el, vagy ahhoz jut hozzá, és ez igazolja azokat a statisztikákat, vagy azokat a címeket, amikor azt olvashatjuk, hogy a Magyarországon a fogyatékos emberek gazdasági inaktivitása az nagyon alacsony. Hát azért nagyon alacsony, mert hogy nem a munkerőpiacon jelennek meg, hanem, hanem, egyrészt van egy rokkantsági eh, rehabilitációs ellátásuk, tehát, hogy nagyon eh, meghatározott az az életpálya, amit ők eh, bejárnak, ezt eh, a megjelentésük... Eh, ugye ebből nagyon nehezen biztosítható, tehát vállalnának munkát, képesek is vállalni munkát a nyílt munkaerőpiacon, viszont még kevesen jelentek meg. A nyílt munkaerőpiac az egyre befogadóbb, tehát azt azért fontos hangsúlyozni, hogy e tekintetben mi érzünk előre mozdulást, Tényleg az a, az a véleményem, hogy egyre több jó példa kell, egyre több olyan cég kell, aki kiáll és elmondja, hogy mi a tapasztalata, mert ez a, ez a gondolat, vagy ezek viszik az ügyet előre. Ugye a pandémia óta arról lehet hallani egyébként ilyen munkaügyi statisztikák kapcsán, hogy <kül> Szakember hiány alakult ki számos szakmában, és ezek között vannak olyan szakmák is, amelyekről az előbb már beszéltünk, uh -huh. tehát például ilyen tipikusan az informatika is. Azt gondolná az ember, hogy ez azzal jár, hogy akkor könnyebben felszívja majd azokat a, a jelentkező munkavállalókat, akik valamilyen fogyatékossággal jelentkeznek. Igen, erre vonatkozóan mi is látunk nagyon sok kezdeményezést, mi magunk is sok céggel egyeztetünk e tekintetben, hogy a látássérültek azok komoly potenciált jelentenek az ilyen típusú munkakörök, feladatok betöltésében. Az viszont nem titok, meg szerintem nem érdemes eltitkolni, hogy, hogy ezzel azért munka van. Tehát, hogy nyilván egy látássérült, egy fogyatékkal élő személynek a beintegrálása, az nagyon sok odafigyelést jelent, és, és lehetnek olyan akadályok az informatika területén is, ha olyan felületen kell dolgozni, ami nem akadálymentes például. De ezek nem átléphetetlen akadályok, tehát, hogy ezeket szükséges egyeztetni, és azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen megéri, mert egy nagyon lojális, szakmailag jól felkészült és biztos munkaerőt kap minden cég, aki a látássérült emberek foglalkoztatásába belevág. Amikor a munka világában levő látásérültekről beszélünk, érdemese generációs megkülönböztetést tenni, vagy, vagy ugyanazok a jellemzők határozzák meg a, a fiatalok és a, az idősebbek, a nyugdíj előtt állók? mozgásterét. Hát szerintem rendkívüli nagy hasonlóságot lehet felfedezni, tehát, hogy a látásérültek is a fiatalok, iPhone-t kezelnek, internetet kezelnek, bankolnak, iPhone-on, telefonon hallgatnak, olvasnak mindent, úgy, mint ahogyan az épp fiatalok ezt teszik. Az idős generáció pedig itt is azért jelentős lemaradásban van. Nyilván, ha ki felnőtt korban, idősebb korban veszítél a látását, azért neki sokkal nagyobb ki ehhez az élethelyzethez adaptálódni, míg előtte mondjuk látva, olvasott mindent, számítógépet, internetet előtte. Most pedig neki meg kell tanulni ezt, hogy egy képernyő felolvasó szoftver. Mondja, és hallgatja. Tehát hasonló hangú, mint a GPS olvassa, vagy mondja az adott információkat. Ezt meg kell tanulni, erre időt kell szánni. Ez egy olyan készség, ami nincs alap esetben. Tehát, hogy ezt biztos, hogy ez egy tanult készség. Úgyhogy erre időt, időt, kell fordítani, talán ezért is nehezebb az idős generációt nálunk erre motiválni, hogy, hogy ezért ez egy, nem egy, nem egy könnyű, könnyű dolog, de tanulható, és én azt gondolom, hogy egy látásérőtnek nincs is más választása, mint hogy ezeket a speciális technológiákat megtanulja, mert amúgy pillanatok alatt elszigetelődik el, a társadalomtól, hiszen minden a vizualitásra épül. Térjünk vissza egy kicsit a könyvhöz. Hogyan fogják ezt terjeszteni? Kik juthatnak hozzá? Akik esetleg érdeklődnek, azok hol keressék? Igen, ez a kiadványa a Slakta Margit NSZ és az EMI támogatásával egy pályázat keretében született meg. Limitált példányszámban 200 példányban nyomtattuk, de elektronikusan az Egyesületünknek a weboldalán bárki el tudja olvasni a, a rólunk közérdekű adatok területen föl van az Egyesületnek több kiadványa, több könyve is elektronikusan elérhető, tehát látássérültek is, cégek is, bárki, hogyha fordul hozzánk, elküldjük a linket, akkor hozzájuthat. Illetve ezt igyekszünk felhasználni kapcsolatépítés szempontjából. Tehát ha van olyan cég, aki érdeklődik, mi szívesen leülünk vele, beszélgetünk arról, hogy ebből a könyvből melyik terület az, ami számára érdekes lehet, be tudjuk mutatni ezeket a munkaköröket. Tehát ez nem csak ide le van írva, hanem hogyha valamelyik cégvezető arra kíváncsi, hogy nál nála talán lenne ilyen kommunikációs feladat vagy logisztika, amiben el tudnánk képzelni, hogy egy látássérült kollégája legyen, adott esetben mondjuk home ban akkor mi szívesen segítünk, kap tőlünk egy ilyen kiadványt, leülünk személyesen is, megbeszéljük azokat a lépéseket, hogy hogyan tudnak ideig eljutni, és tudunk is közvetíteni látássérült munkavállalókat. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, és sok sikert kívánunk a könyvhözés Köszönjük. és a könyv révén munkához jutó embereknek is. Köszönjük.